Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Kismaros községi önkormányzat képviselő testületének 2022. október 12-i rendkívüli testületi ülésén. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Aradi Szilveszter és Parra Gábor képviselőtársaimat javaslom. A napirendi pontokról és a jegyzőkönyv hitelesítőkről kérem szépen majd a jelzést követően az igen gomb megnyomásával, azok elfogadásáról az igen gomb megnyomásával tudnak szavazni képviselőtársaim. Köszönöm szépen, 6 igen szavazattal döntött a képviselőtestület a rendkívüli testületi ülés napirendi pontjairól és a jegyzőkönyv hitelesítőkről. Első napirendi pont javaslata Kismurgó óvoda és bölcsőde ideiglenes létszámbővítésére. A napirendi pontot előzetesen a pénzügyi ügyrendi és településfejlesztési bizottság rendkívüli ülésen tárgyalta. Szeretném átadni a szót Mór Robert elnök úrnak. Köszönöm, a bizottság 4 igen és 2 nem arányban javasolja a testületnek elfogadásra a határozati javaslatot. Köszönöm szépen. Van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, észrevétele? Gábor, parancsolj! Köszönöm. Természetesen a testületi ülésen sem szavazom meg a létszámbővítést. Kérem, hogy amit a bizottsági ülésen elmondtam, az kerüljön a jegyzőkönyvbe áthelyezésre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van-e még más kérdés észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban? Gábor, parancsolj! Azt gondolom, hogy nagyon fontos a gyerekek számára az a stabilitás, amit az intézményvezető asszony elmondott a bizottsági ülésen, hogy kérem, hogy akkor az kerüljön bele a testületi jegyzőkönyvbe is. Köszönöm. Köszönöm szépen. További kérdés vagy észrevétel a napirendi ponthoz kapcsolódóan. Köszönöm, szavazásra bocsájtom a napirendi pont határozott javaslatát, aki támogatja a pénzügyi ügyrendi és településfejlesztési bizottság javaslatát. Kérem a jelzést követően majd az igen gomb megnyomásával szavazzon. Köszönöm szépen. A képviselőtestület 5 igen és 1 nem szavazattal döntött a napirendi pont előterjesztéséről. Második napirendi pont, közintézményekre vonatkozó rezsicsökkentési akcióterv elfogadása. A napirendi pontot előzetesen szintén tárgyalta a pénzügyi ügyrendi és településfejlesztési bizottság. Ismét átadom a szót elnök úrnak. Köszönöm, a bizottság egyhangulag javasolja elfogadásra a testületnek a javaslatot. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódóan van-e valakinek kérdése, észrevétele? Boton, parancsoljon. Most így úgy intézem, hogy bárki, aki tud rá válaszolni, hogy az energiabeszerző cég az bármiféle információt adott arról, hogy hasonló méretű önkormányzatok mondjuk nagyjából milyen áron tudnak szerződni, illetve hogy milyen stádiumban van éppen a beszerzés. A cég, akik előzetesen megkereste az önkormányzatot, és aki több sok önkormányzat, 80-100 önkormányzat érdekében szeretne közösen fellépni az energiapiacon, a kereskedőknél minél kedvezőbb
energiaár kialkudására az önkormányzatok számára. A mai napon egy online tájékoztatót tartott. Ezen részt vettem, és ott hangzottak el információk, illetve megjelent egy diagram is, ami az energiaárak eddigi alakulását foglalt össze. Előrejelzés nincs benne, tehát szeptemberig tartó a prognózis. Ezt nem tudom, körbe tudom adni esetleg ezt a táblázatot valahogy majd. Nem hangzottak el árak. Annyi hangzott el, ahol most tart az ügy, ugye szeptember hónapot jelölte meg a cég arra, hogy az önkormányzatok döntsék el, szeretnének-e csatlakozni ehhez a kezdeményezéshez. Most úgy áll a tájékoztatásuk szerint, hogy a Searching Hungary Kft. Két gesztorral két beszerzési csoportot indít, most ősszel, 2022 őszén, Jászberény és Isaszeg a gesztorok. Tehát többen vannak most már az önkormányzatok, mint szeptemberben a napirendi pont tárgyalásakor. És hát amit tudunk, ami a jogszabályokból ismert adat, az az, hogy november 30-áig nyilatkoznia kell az önkormányzatoknak arról, hogy január 1-ével milyen kereskedőhöz csatlakoznak. Tehát egészen biztos, hogy a következő 35-40 napban eredményre kell jussunk. De sem a gázár, sem az áramár tarifájára vonatkozó becslés nem hangzott el ezen a tájékoztatón. Ezt a táblázatot így körbeadom, vagy nem tudom, hogy lehet praktikusan ezt megoldani, de meg hát ami benne van, az tulajdonképpen nagyjából ismert. Hogyha egy lapozol, akkor lehet, hogy van benne, azt hiszem, áram, az egyik diagram az áramról, a másik a gázra vonatkozik. A csúcs, ahol, ami a sajtóban is megjelent, tehát az augusztusi energiacsúcsokhoz képest, most körülbelül ugye felére visszacsökkent már, de ez még mindig a többszöröse a hosszú éveken át ismert kedvező egyetemes szolgáltatási díjhoz, tarifákhoz képest. És ami még elhangzott ezen a tájékoztatón, hogy az egész biztosan nem fog megtörténni, hogy a 2021-es és az azt megelőző szintekre visszaessen bármelyik energiaára is. Tehát a piac a korábbi energiaszintekre már nem fog visszatérni. Neked többet mond ezek a diagramok, nem? Ezzel kapcsolatban még voton, vagy bárkinek ezzel kapcsolatban még? Gábor, parancsolj. Köszönöm szépen. Én annak örülök, hogy csatlakoztunk egy ilyen úgymond lobby csoporthoz. Ez mindenképpen kedvező árat fognak tudni kiharcolni a bent lévő települések számára. Nem vagyok benne biztos, hogy sietetni kell ezt a dolgot, miután jelenleg legalábbis úgy áll, hogy a piaci árak azok csökkenőben vannak, a forint viszont romlóba, tehát nem tudom, hogy lesz ennek különösebben eredménye, hogy ha később tudunk szerződést kötni, akkor jóval olcsóbban kapjuk a gázt, mint mondjuk egy hónappal ezelőtt, de nyilvánvaló ezek rajtunk kívülálló dolgok, én azt annak örülök, és azt támogatom, hogy egy ilyen cégen keresztül próbálok beszerezni az árakat. Megkérdezni még azt, hogy ami korábbi fejlesztések során, például az egészségház vagy az óvodán is van napelem, ezek működnek-e, és körülbelül hány százalékos megtakarítást eredményeznek? És ezekben az energiákból adott esetben lehet esetleg más intézménynek átadni belőle, például az iskolának, vagy tehát ilyen takarékosság elképzelhető, vagy járható.
Köszönöm szépen. Köszönöm. Az egészségház fejlesztésének az első ütemében kerültek föl napelemek már az egészségházra. Ennek a megtakarítási értékét, teljes értékét azért nem is részben, jó részt ismerjük, nem 100%-ban, mert a második ütemű fejlesztés, ami a régi épületnek az energia korszerűsítésére vonatkozik, az még előttünk álló, erre már beadtuk a pályázatot, nyílászárócsere, födém és homlokzat szigetelés is. A bölcsödének az üzemeléséből tudunk megtakarítási számokat felmutatni, de az sem könnyen összehasonlítható, mert előtte viszont meg nem volt meg az épületnek a kapacitás bővítése. Tehát az egészségháznál az új korszerű fűtést, illetve energiafogyasztást segítő, megújuló energiát használó fejlesztési elem, az egyben egy épület bővítést is hozott magával. Tehát már nem tudjuk összehasonlítani az almát az almával. A bölcsödénél pedig tulajdonképpen a tavaszi, nyár elejé befejezés után a komoly energiafelhasználás, a nyár folyamán tulajdonképpen csak világítás volt, tehát némi áramfogyasztás, a mostani fűtési szezonnal indul el az új épületnek a fogyasztása. Ott egy teljesen új épület lett kialakítva. Az elérhető talán legmodernebb, vagy a legmodernebbek közé sorolható energiaellátással, hőszivattyús fűtési rendszerrel és szintén napelemekkel, de ott sem tudunk olyan összehasonlítást. Tehát olyan számaink nincsenek, hogy ugyanaz az épület egy korszerűtlen régi állapot és egy felújítást követő állapotban milyen megtakarítást eredményezett. Az energia átadás, mondjuk akár az iskola segítése is, az egy részben egy olyan műszaki feladat, amit én nem biztos, hogy meg tudok válaszolni. Botton, parancsolj. Ugye ezeken az épületeken szerintem ilyen háztartási méretű kis erőművek vannak, azokat pedig csak az adott felhasználási helyen lehet ilyen szaladós elszámolással elszámolni, szóval ezt más intézménynek átadni nem lehet. De hogyha többletbetáplálás van, akkor nyilván az csökkenti a gázszámlát, de nem minden, hogy ez akkora lenne, hogy nullás számla jön neki akár. Szóval nem lehet sajnos. Ha focipályát mondjuk benapelemeznénk, akkor az lehet, hogy már el lehetne érni valami. Köszönöm. Az iskola vagy a tankerület segítése ezekben az időkben, az lehet, hogy egy másik formában tudna megvalósulni. Egy teljesen más jellegű, mint képviselő úr, ahogy felvetetted, de sajnos van egy műszaki, egy jelentős műszaki meghibásodása a sportcsarnok öltöző részén, a tető drasztikus, vagy drámai beázása. Ennek a javítását egyelőre a hozzánk és a Fortuna SC sportegyesülethez eljutott információk alapján a tankerület nem tudja azonnali hatállyal teljesíteni. Itt felmerülhet annak a lehetősége, hogyha az önkormányzat pénzügyi lehetőségei ezt lehetővé teszik, akkor a tető azonnali megújítását mi finanszírozzuk, és cserébe a sportcsarnok használatban az önkormányzat javaslatára és az önkormányzathoz kötődő, az önkormányzat érdekében megfogalmazott terembérleti használatra kapunk esetleg kedvezményes lehetőséget a tankerülettől. Tehát a tankerület helyett tetőt javítanánk, cserébe pedig a közösségeink, a sport, illetve kulturális közösségeink jutnának be a sportcsarnokba. Ez egy eléggé friss és még az elején lévő gondolat, a mai napon érkezett meg a tetőjavításra az anyagár becslés. A munkadíjra még nem kaptunk információt, több millió forint. Tehát maga az anyag becslés is egyébként olyan meghaladja a 3 millió forintot. És ez csak az anyagár. Tehát a nehézség 4 millió forint a bruttó, 3 millió 900 ezer. A gond az, hogy az öltöző gyakorlatilag használhatatlanná vált, amitől szerintem a tankerület is fél, és az önkormányzat is fél, hogy ne jusson az épület olyan állapotba, hogy le kelljen zárni, akár a csarnokkal együtt. De az önkormányzat a tankerülettel folyamatosan egyeztet. Tehát itt, ha mi így tudunk segíteni a tankerületnek ezzelől, én személy szerint nem zárkózom el, hogyha a pénzügyi
keretek teljesíthetők, akkor bízom benne, hogy képviselőtársaim, bizottsági tagok sem zárkoznak esetleg előre, de egyéb együttműködést most nehéz így kimutatnunk. A legpazarlóbb épület sajnos a legrégebbink is, és hát azt fogjuk lezárni gyakorlatilag azonnal. Ott a hivatal épülete, az semmilyen korszerűsítést, hát, de nyilászáró cseréket kapott az épület, de egyéb szigetelés ott még nem tudott megvalósulni, és hát fajlagosan a legnagyobb fogyasztó négyzetméter vagy légköbméter arányosan a hivatal épülete. Tehát annak az átköltözése az mindenképpen indokolt. Gábor? Köszönöm szépen. Mondjuk részbe kaptam csak választ, de ettől függetlenül elfogadom. Azt tudnám javasolni, nem tudom mennyibe kerül az egész átköltözés meg átszervezés. Nyilván ennek egy műszaki háttere is. Tehát, hogy a dolgozók 4-5 különböző helyen fognak dolgozni és végezni a feladataikat. Nem lenne olcsóbb, hogyha a hivatal maradna a helyén, és mondjuk a mennyezetszintet, a tetőszintet leszigetelné az önkormányzat, mert minden energetikus szerint egy ilyen mennyezeti szigetelés az minimum 30% energia megtakarítást okoz. A fűtés az valamikor régen korszerűsítve lett, meg a nyilászárók is, nyilván nem a legmodernebb, de történt-e ilyen számítás, hogy mi olcsóbb az önkormányzatnak, és mi kielégítőbb. Azt tudom, hogy van a kormány részéről egy elvárás, hogy egy ilyen energetikai spórolási tervet letegyen az önkormányzat az asztalra, ennek nyilván eleget kell tenni, de azért ezeken a kereteken belül én azt gondolom, hogy tehát konkrétan ki kellene számolni, hogy anyagilag hogy járunk hozzá. Történt-e ilyen számítás, vagy csak most mindenki hasára ütött és ötletelt, és jól hangzik ez, hogy ezt a művelődési házat és a hivatal épületét lezárjuk. Szerintem a művelődési házat mindenképpen kell. De hogy a dolgozók átköltöznek, és ugyanúgy tudják végezni, vagy legalábbis jó szinten tudják végezni a munkájukat, ennyi szétszórt helyen abban én nem vagyok biztos. Nem lehet-e olcsóbb, hogyha egy ilyen energetikai korszerűsítést csinálnánk, hogy csak a mennyezet szint le lenne szigetelve. Köszönöm. Igen, köszönöm. Számoltunk, nem csak a hasonkra ütöttünk. A legnagyobb probléma, hogy bármilyen fejlesztést, akár egy kazáncserét, akár egy tetőszigetelést választanánk, az anyagbeszerzés és a kivitelezésre a várható várakozási idő, az egészen biztosan hetekben számolható. Egyszerűen ott veszítjük el azokkal a hetekkel. A költözés az egy vagy maximum 2 nap alatt megvalósítható, talán már el is kezdődött részlegesen a legkönnyebb elemekkel a költöztetés, és gyakorlatilag mennyi bútorzatra talán... Azt megválaszolom én. Tehát 100.000 forintos nagyságrend a teljes költsége a költözésnek, és egy tömbösített költöztetést sikerült azért megvalósítanunk. A művelődési ház az IKST házzal, a Pirer házzal egy tető alá kerül, tehát ott a könyvtárnak, védőnőnek és a házi orvosunknak a működése az eleve meg kell, hogy maradjon, tehát egy eleve biztosított működésre érkezik rá a művelődési ház irodája, illetve nagyon-nagyon sok program, ami most a művelődési ház termeiben valósul meg. Az egészségházban ugyanígy a fogorvos miatt eleve állandó jelenlét van az épületnél, és a kiköltözött bölcsis csoportok helyére költözünk be. Egy ideális teremelosztást tudott jegyző úr kidolgozni a munkatársakkal, tehát a műszak, pénzügy, igazgatás, jegyző, és a polgármester úrral mi is gyakorlatilag egymás mellett el tudunk helyezkedni. Mi leszünk azt hiszem a konyhában majd a polgármester úrral, de teljesen jó, tehát ügyfeleket is fogadni képes, normális rendszert tudunk kialakítani, és a bölcsödét vontuk még be,
intézményvezető asszony támogatásával és jóváhagyásával azok a munkatársaink kerülnek a bölcsödébe, akiknél nincs ügyfél. Tehát akik kizárólag szakmai munkát végeznek, hogy a bölcsödének az életét ne zavarjuk meg. Tehát ők ott ketten-hárman lesznek. Ketten-hárman lesznek. Négyen a bölcsödében, ja. öten köztelet felügyelővel. Igen, tehát végül is egy utcában leszünk. Én nagyon bízom benne, hogy a munkahatékonyságán ez nem fog meglátszódni, és az energia megtakarításon megjelentősen. Köszönöm szépen. Van-e esetleg még kérdés észrevétel a napi rendi ponttal kapcsolatban? Jegyző úr. Köszönöm szépen a szót, tiszteltek, köszöntök mindenkit. A kérdésre azért egy mondattal válaszolnék. 5 darab íróasztalt vettünk eddig a JÜSZ-ben, tegnapi nap folyamán a legolcsóbbat, az 15 000 forintos, az lett eddig elköltve, illetve egy új switchet kellett venni, mert az egészségházban a jettel fogja szolgáltatni az internetet. Ennek volt egy 60-70 ezer forintos bekerülési költség, és azt gondolom, hogy ezen felül más nagyon nem is lesz. Még talán 5 darab elosztó konnektort kellett vennünk, és más egyéb anyagi beruházásra nem lesz szükség. Tehát itt a holnap nap délutánjától a péntek délelőtt végének bezárásával az önkormányzat fizikai munkásai, a hivatal férfi tagjai fognak segíteni az íróasztalok mozgatásában. A Dunavettől jön majd egy kollega, aki a hálózatot nekünk kiépíti, és péntekkel jönnek, aki a nagy fénymásolót biztosítja nekünk, segít átvinni ezt is. Úgyhogy igazából hála Istennek az is tudtunk emellett dönteni, mert nagyon marginális a költsége, az a befektetés, ami a költözéssel jár, és nyilván ennél sokkal magasabb összegeket fogunk kifizetni, vagy fizetnénk ki a gázköbméteri árára. Úgyhogy én arra számítok, hogy ahhoz képest, hogy itt maradtunk volna, az több millió forintos gázdíjat eredményezett volna, és így talán egy olyan 150, maximum 200 000 forint beruházással a költözést magát megúsztuk. Tehát még az is elképzelhető, hogy innen is fogunk vinni egy asztalt. Lehet, hogy a jövő heti testületülésen itt egy asztallal kevesebb lesz, úgyhogy megpróbáljuk megoldani a legjobb, legköltséghatékonyabban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A szavazásra bocsátom a napi rendi pont előterjesztését, aki támogatja a pénzügyi ügyrend és településfejlesztési bizottság határozati javaslatát. A jelzést követően kérem szépen majd az igen gomb megnyomásával szavazzon. Köszönöm szépen, 6 igen szavazattal döntött a képviselőtestület a napirendi pont előterjesztéséről. Harmadik napirendi pont, döntés, ajánlati felhívás a Héja utca burkolatának felújítására megnevezésű beszerzési eljárásra beérkezett ajánlatokról. Az előterjesztést remélem mindenkinek meg tudtuk küldeni. Átadom a szót jegyző úrnak. Köszönöm szépen a szót, ahogy a határozati javaslatban is szerepel a beszerzési eljáráson a nagymarosi székhelyű Útfinis Kft. Adta a legkedvezőbb árajánlatot nettó 24,7 millió forint értékben. Ez azt jelenti, hogy a teljes pályázati kerethez képest még több mint 3 millió forint szabad összeg maradt benne, amit el fogunk költeni. Itt a projektmenedzser úrral azt beszéltük, hogy két szerződés fog születni. Az egyik ugye magában az ajánlati felhívásban a megadott szolgáltatási ára vonatkozóan az eredeti Héja utca burkolat felújítása, ami ki is volt írva, és a fennmaradó 3 millió 76 ezer forint értékben pedig az ajánlattevő, az Útfinis Kft. Szintén egy árajánlatot fog adni, hogy az általa megadott egységárakkal pontosan még milyen szakaszt fog tudni ebből elkészíteni. Erre egy külön szerződés fog köttetni.
és azt gondolom, hogy így maximálisan el lesz számolva az a pénz, amit az önkormányzat nyert a pályázat során, tehát magyarán nem kell visszafizetni az önkormányzatnak egy forintot sem a pályázat kiírója részére, és még magasabb műszaki tartalmat is tud megvalósítani, mint amire eredetileg elnyerte az összeget. Ezt mind azért merem mondani, mert a projektmenedzser úr tájékoztatott, és ő ismeri a pályázat elszámolásával kapcsolatos részleteket, és ő erről megnyugtatott minket, hogy a maradék 3.076.000 forintra is tudunk kötni szerződést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdés észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? Szavazásra bocsátom a napirendi pont előterjesztését, aki támogatja a határozati javaslatot, kérem a jelzést követően az igen gomb megnyomásával szavazni. Köszönöm szépen. 6 igen szavazattal döntött a képviselőtestület a napirendi pont előterjesztéséről. 4. napirendi pont, döntés, ajánlati felhívása a kismorosi Kismorgó óvoda bővítése kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére megnevezésű beszerzési eljárásra beérkezett ajánlatról. Egy ajánlat érkezett határidőn belül. Ismét átadom a szót jegyző úrnak. Köszönöm, igen, itt javasoljuk a határozati javaslattal az eljárást eredménytelenné nyilvánítani, tekintettel arra, hogy a formailag, tartalmilag ugyan megfelelt maga a benyújtott pályázat, viszont a szolgáltatás ellenértékeként megjelölt 26,4 millió forint, nemhogy a pályázat keretében erre szánt összeget meghaladja, hanem még az önkormányzat szabad céltartaléká is kevés volna ahhoz, hogy ezt megrendelje. Tehát, hogy abszolút értékben nincsen arra lehetőség, hogy ezt a pályázatot eredményesnek nyilvánítsuk. Úgyhogy javasoljuk az újra kiírását, és bízunk abban, hogy más pályázat is fog érkezni ennél jóval alacsonyabb összeggel. Szépen, van egy kérdés, észrevétel. Gábor, parancsoljon. Köszönöm szépen. A kérdésem az, hogy ki készítette az engedélyes tervet, és az miért nem adott be ajánlatot, illetve az engedélyes terv az mennyibe került? Igen, amit én tudok az ügyről, az engedélyeztetésre be lett adva az engedélyes terv elkészítésére az építésügyi hatósághoz az okmányok, azonban itt hiánypótlást írt elő akkor a hatóság. A hiánypótlásnak a teljesítése a nyár folyamán az nem történt volna meg olyan egyszerűen, ezért inkább kérte az önkormányzat a szüneteltetését ennek az eljárásnak. Egy tervező nyilatkozatra volt szükség ahhoz, hogy lemondjon róla a korábbi tervező, hogy az új tervező adja be az új terveket, amennyire én tudom, ez be lett adva már az önkormányzathoz, és az önkormányzat pedig múlt hét péntek folyamán adta be ismét az építési engedélynek a kérelmét a kormányhivatalhoz. Én azt gondolom, hogy ez a jövő hét során meg fogjuk kapni, és amint ez megvan, akkor lehet kiírni erre vonatkozóan az újabb kiviteli tervekre a pályázatot. Tehát ez hiányzott ahhoz hozzá, hogy itt valóban egy olyan ajánlatot lehessen adni, ami részletes, ami valóban ennek a pályázati kiírásnak megfelelő lett volna. Ez most sinem van, és ahogy azt megkapjuk, a jogerős építési engedélyt, akkor tudjuk újra kiírni, és akkor tudjuk újra majd behozni, ha lesz rá eredmény. Én gyanítom, hogy azért nem is érkezett rá más pályázat, mert hogy arról tudtak, hogy ennek még nem volt jogerős építési engedélye, és a kiviteli tervnek meg nyilván az alapja kell, hogy legyen, hogy van egy jogerős építési engedély.
Karácsony. Akkor még egyszer kérdem, hogy ki készítette a kiviteli tervet, és lehet, hogy azért magas nem a kiviteli, hanem engedélyes tervet, és lehet, hogy azért lett ilyen magas ez az összeg, mert a most tervet készítő ember vagy cég, ugye kénytelen volt megcsinálni az engedélyes tervnek a részeit is. Tehát nem tudom, csak kérdezem. Köszönöm, jegyző úr. Azt nem tudom, hogy ez a 26,4 millió forint, ami beletárazva, ez pontosan mit takar. Tehát, hogy ugye ez egy szellemi termék maga, a kiviteli tervnek az elkészítése. Az engedélyes tervnek az elkészítése, amennyire én tudom, az a mérnökök között is egy jóval alacsonyabb összeget takar, hiszen ez térképészeti munkát jelent nagy részt, illetve a hatóság felé benyújtandó iratokkal kapcsolatos munkavégzés. Az igazi tervezőasztali munka az ez alapján történő kiviteli terv, ami jóval több mérnöki órát feltételez. Tehát én azt gondolom, hogy az építési engedélyhez szükséges terv elkészülte, az marginális, de talán arról már döntött is annó a képviselőtestület. Tehát az építési engedélyeztetési terv, meg a kiviteli terv, az a kettő egymástól elválik. Szerencsés, hogyha a kettőt ugyanazt csinálja, de előfordulhat az is, hogy más is csinálja, hiszen a kettő egymást nem köti. Én ennyit tudtam ebben az ügyben önnek válaszolni. Szépen, jegyző úr. Korábbi előterjesztések között keresem az engedélyes terv költségeire. Én csak azért kérdeztem, mert általában szokott szerencsésebb, hogyha az engedélyes terv felgúlódott, és egy csomó adat van, amiben az általában kocsúban is tudja megcsinálni. Számomra ez volt kérdés, hogy ott húzódott el az adminisztrációs munka, hogy egy nagy önkormányzati területből van kiemelve az óvoda ingatlana, és ahhoz, hogy a tornaterem megépülhessen a patak felüli részre, ahol még erre van mód, ahhoz a beépítési százalék megtartása véget még némi önkormányzati területet a nagy egész egybefüggő területből, aminek része egyébként a posta is, meg a postapark, abból még hozzá kellett alakítani. És ez a telekalakítás zárult már le, tehát ezekkel már megvagyunk, és ezeknek a végén lehetett a felfüggesztett építésengedélyes eljárást újraindítani. Köszönöm szépen. Van esetleg még az előterjesztéssel, napirendi ponttal kapcsolatban kérdés? Szavazásra bocsátom a napirendi pont előterjesztését, aki támogatja a határozati javaslatot, a jelzést követően kérem majd az igen gomb megnyomásával szavazzon. Én nem szavaztam. Köszönöm szépen, 6 igen szavazattal döntött a képviselőtestület a napi rendi pont 6 jelezett javaslatának elfogadásáról. Végre értünk a napi rendi pontoknak. Mindenkinek köszönöm szépen a munkát. Köszönjük a nézőknek a figyelmet, az ülést bezárom.